most dől el igazából a háború és Ukrajna sorsa. Most még megvan a politikai támogatás, a katonai támogatás. Közel 80 milliárd dollár katonai támogatást kapott, legújabban bejelentett támogatás 3 milliárd dollár volt, amit Amerika bejelentett, további Patriot, további Hawk légvédelmi rendszereket biztosítanak, viszont a támadó művelethez szerintem ez késő. Tud Ukrajna sorsa úgy eldőlni, hogy területi vesztesége ne legyen a mostani hadművelete után? Vagy ez álom? Hát most már egyre több elemző Amerikában is azt mondja, hogy Ukrajnának területeket kell feladni. A háború sorsát nem az fogja eldönteni, hogy hol áll az arcvonal. Azon lehet vitatkozni, mert mind a két fél mondja, hogy ez orosz vagy ukrán terület. Ezt majd egy nemzetközi közösség vagy szervezet meg fogja állapítani, és valamit tesznek. És egyre inkább az amerikai külpolitikában is, politikában is az a cél, hogy egy békét kihozni ebből, akárhogy sikerül ez a támadás.